Akár 50-100 elektromos autóbusz is lehet majd Pécsen a közeljövőben, mondja a város alpolgármestere. Ehhez első lépésben fel kell mérni a pécsi közlekedési helyzetet, ezért 15 autóbuszt bekameráztak október 1-től. Két hónap alatt az összes buszjáratot le tudjuk számítógépes alapon mérni és megnézni. Ez ott az első lépcső. A második lépcső, hogy a város egy szakértői beszerzés írt ki, a tekintetben, hogy egy teljes közösségi közlekedése kapcsolatos adatfelmérést csináljunk a buszok mellett, a rendőrlámpa adatokból, forgalmi adatokból, gyalogos forgalom, biciklis forgalom, autós forgalom, minden ilyen tekintetben. Az adatokból pedig olyan javaslatok születhetnek, amik a pécsi közlekedést és a levegő minőséget is javítják. Milyen esetekben választanák a buszt az autósok, erre is keresik a válaszokat. Meg akarjuk vizsgálni, hogy hogyan lehet őket visszacsábítani, mik azok a konkrét igények, tehát hogy a wifi, a légkondi, a buszjárat, a kisebb busz, a nagyobb busz, a mi van, ha taxiba ülök este, mert már nincs busz, és mondjuk a buszbérletemért haza tudnak vinni. Tehát nagyon sok olyan nyugat-európai, amerikai, német példát szeretnénk megnézni, és újakat is kitalálni Pécsen szakértőkkel, de ehhez szeretnénk ismerni a pécsiek véleményét. Ehhez 9000 pécsi autóst kérdeznek meg. A válaszokból, a közlekedés felméréséből készül el az a zöld buszprogram, ami leírja, hogyan állna át Pécs az elektromos közösségi közlekedésre. Ruzsa Csaba azt mondja, ezzel pályázhatnak olyan EU-s és kormányzati forrásokra, amikből fizethetik az e-buszok beszerzését. A szakmai anyag várhatóan a következő év első harmadában készülhet el.